Szevasztok srácok, én Jan vagyok, ez pedig itt a Fülelő. Végre elérkezett ez a nap is, ugyanis megjelent a For Your Strongnak a legújabb lemeze. 4 évet kellett várni az Analysis Paralysis című dalcsokorra. Ugye nem tudom, akkor még talán nem csináltunk róla videót, de nálam a Brain Pain az hatalmasat ment, sőt igazából az Enemy of the World óta gyakorlatilag az egész zenekar hatalmasat megy, ugyanis az van, hogy az ADTR mellett gyakorlatilag ők voltak ugye azok, akik ezt az Easycore dolgot valamikor ott a 2007-9 elkezdték csinálni, és akkor gyakorlatilag nagyon nem volt párjuk, de ők azért mindig is sokkal inkább a pop-punk felől fogták meg az egyébként, mint ahogy most megfogja az ADTR, tehát igazából a párhuzam az továbbra is él, csak amíg az ADTR elment ugye Viva la Mexicóba, addig a Four Year Strong meg visszajött a HC-ba, ami gyakorlatilag annak köszönhető, ezt Dan vagy Ellen nyilatkozta, nem tudom már pontosan, hogy amikor elkezdték írni a lemezt, akkor olyan szintű ötlethiányban voltak, hogy konkrétan halványnilag gőzük nem volt arról, hogy mivel is fogják megtölteni a legújabb korongot. Ugye a Pure Noise Records meg azt mondta, hogy hát srácok, hát 4 év eltelt a Brain Pain óta, oké, kurva jók vagytok, meg közben kiadtuk az Enemy of the World-nek a felújított változatát, az is elég jó hasított egyébként, de hogy valami újdonságot most már tényleg villantani kéne, és konkrétan megszületett a Daddy of Mine, és kapásból akkor itt ragadjunk is le annál, hogy mennyire zseniálisan csinálja ez a zenekar azt, hogy minthogyha elviccelnének egy tök komoly témát, de közben egy tök komoly témáról énekelnek, ami kurvára nem az, amiről gondolod, hogy szól az egész. Ezt most próbáljuk valahogy visszafejteni. Tehát gyakorlatilag a Daddy of Mine az olyan, minthogyha egy abuzáló apáról festene egy olyan képet, hogy senki nem tud úgy bántani, ahogy te, szeretlek, fater, de mégis az van, hogy igazából ez az alkotói válságról szól ez a dal, tehát hogy mindig is imádtam a srácoknak azt az infantilis ökörségét, ami megjelenik a kommunikációjukban, ami megjelenik a klipjeikben, ami megjelenik a lemezborítóikon, nagyjából gyakorlatilag mindenhol, akár még a koncertjeiken is, viszont közben meg a napfényes pop-punk mögött, meg a la-la-la, du-du-du és hasonló dallammenetek mögött olyan mély gondolatokat is meg tudnak osztani, mint például ezen a lemezen egy csomó dalban. Will Putney csinálta a lemeznek a felvételét, mix masteringjét. Ez a második album egyébként, amin együtt dolgoznak vele, az előző, az nyilván a Brain Pain volt, és ha valaki még esetleg nem látta, és megtalálom a neten, akkor be fogom vágni azt a videót, ahol a Will Putney arról beszél, hogy csinált már néhány lemezt életében, és valljuk be, hogy elég jó lemezeket is csinált már életében, de olyat, hogy két énekes szimultán énekelje fel a lemezt, egymás mellett, na olyat még kurvára nem látott, és ezek a srácok ezt csinálják. Ugyanis az van, hogy 2001 óta, amikor megalakult a zenekar, a két gitáros, Ellen és Dan, akik amúgy két énekes is, és a dobos, nem fogom tudni a nevét, együtt vannak 2001 óta, tehát 23 éve, és Joe Weiss basszusgitáros 2004 óta velük van, tehát valószínűleg az a kohézió, és az a kölcsönhatás, ami ezekben az emberekben van egymásra és a zenéjükre, az olyan energiákat hoz ki, és olyan munkamódszereket kíván meg, amit egyszerűen más zenekaroknál nem tapasztalunk. És valószínűleg pont, jó, akkor már álljunk meg itt egy ásónyomra. Szóval az van, hogy ezek a srácok, és most itt főként egyébként a két főszereplőre gondolnék, mert a dob is mindig olyan, hogy kicsit meg van fikcsizve, a basszus is
néha meg van fékcsizve, de talán az a legsótlanabb az egészben. Viszont a két gitár folyamatosan elkülönül egymástól, és mindemellett teljesen két különböző énekhang megy szimultán egymás mellett. Jó, élőben ne akarjátok hallani. Tehát kurvára elmennék egy Four Year Strong bulira, mert az egyik kedvenc zenekarom ever. De sajnos hallgattam már pont eleget, hogy tudjam, hogy... kell kihasználni a két gitár és a két ének adta lehetőséget. Egyébként tök érdekes az, hogy az énekesek közül senki nem főénekes, mindketten főénekesek, és ez úgy alakult ki, hogy kerestek énekest, csak nem találtak olyat, aki így beilleszkedett volna közék. Ugye ők egy Massachusetts-i gimnázium óta barátok gyakorlatilag, és ott alapították a zenekart, és azóta együtt zenélnek, és nagyjából erre tettek föl mindent, és működik. Amikor nem találtak, de rájöttek, hogy mind a kettőjüknek tök jó vokál hangja van, viszont ha két felet összerakod, az lehet, hogy egy egész lesz. És ilyen szempontból is egészen unikálisak, mert ez nem olyan, mint mit tudom én egy Linkin Parknál, vagy egy Hacktivistnél, vagy egy VKMS Romance-nél. Nem, még ott se igazából. Mert ott is azért próbálkoztak azzal, ugye, hogy a Stephenson meg a Kyle mind a ketten tisztát hoznak, de különfélét. Viszont itt meg ugye az van, hogy mind a ketten tisztákat hoznak, mind a ketten üvöltöznek, mind a ketten ritmusoznak, mind a ketten szólóznak. Tehát annyira talán a Protest the Hero-nak a két gitárosát tudnám egyébként idehozni, és nem tudásban, meg nem zene stílus összehasonlításilag, hanem azt a szimbiózist, amit ők élnek ott, szerintem az Dan meg Ellen éli itt. És egyébként ezt nagyon jól mutatja az is, hogy amikor az volt, hogy föl kéne venni a lemez, de nincs egy kurva ötletünk se, akkor nekiültek, és egy hónap alatt megírták konkrétan a lemezt. És már ma jelent meg, bazd meg a lemez, ma, de már olvastam olyan kritikát, ami azt mondja, hogy teljes ötlettelenség, és szana szét van esve a lemez, és nincsen egységesség, és kiléptek a komfortzónájukból, és a többi, és a többi. És az utolsóval baromira egyetértek egyébként, ugyanis valóban kiléptek a komfortzónájukból, mert amikor ott ültek a teremben, és az lett volna, hogy oké, akkor írjunk dalokat, de kurvára nincs ötletünk, mi legyen, és talán Ellen Day mondta azt, hogy tök mindegy, csak legyen kurva gyors, és iszonyú brutál, amilyet mi még sose csináltunk. És megírták a Daddy of Mine-nak a riffjét, ami gyakorlatilag a lemeznek a legjobb riffje, és kijelölte azt az útvonalat, hogy igen, itt HC riffek lesznek, igen, itt tempó lesz, igen, itt üvöltözés lesz, annyi, amennyi még sose volt, és tényleg az van, hogy egy csomó olyan dalt írtak a lemezre, akár a Bad Habit-et, akár a Daddy of Mine-t, akár a Paranoiát, akár a I wanna see you dance! Nem fog eszembe jutni a címe, a négy Uncooked című dalt, és tehát konkrétan az van, az lett a megfejtés, hogy HC riffekre énekelnek pop-punk dallamokat, és valljuk be, hogy na, ilyet még azért nem sok mindenkitől látták. Tehát olyan volt már, akár az ADTR-nél is, hogy HC-s metalcore-os riffelésre megy a
aztán utána jön egy négy hangos pop-punk refrén, és akkor megy rá a nagy éneklés. És nagyjából egyébként a Four Year Strongnál is ez volt a bevett szokás, hát kb. Így az Enemy of the World óta, de még talán, ha visszább megyünk az előző két-három lemezre, ott is nagyjából ez volt, csak ott még inkább a pop-punk dominált, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy csináltak egy olyan twistet az egészben, hogy oké, akkor mi lenne, hogyha teljesen dallamtalan refrént írnánk, és arra énekelnénk gedva dallamosan. És így... That's it. Majdhogy nem erre felhúztak egy lemezt. És tényleg olyan mélyre mentek gitárokban, olyan breakeket írtak, olyan szándékosan nehezebben befogadható zenei alapot csináltak, amire szerintem rohadt nehéz volt énekelni, de valahogy mégis működik az egész. Kicsit egyébként nekem ilyen Silverstein párhuzam volt. Várjál. Silverstein, Massachusetts. Ilyenkor mindig az jön, hogy she'll fantasize about it every single day, but she can find it in her heart to run away. No one's listening with Northern Massachusetts on his knees to stay. He's begging, please, baby, please, I can't explain. I wanna pin again. Na, legalább ezt is lehetett valamire használni. Szóval, lényeg, az van, hogy a Four Year Strong nem lépett ki az önmaga alkotta zsanrából, csak folyamatosan tágítja a határokat. És szerintem ez baromi jó olyan szempontból, hogy ők, amit lehet, ebben a pop-punk easy-korban elértek. Nálam egyébként az Enemy of the World, a In Some Ways, Shapes, Forms, faszom tudja lemez, meg a Brain Pain, a Non Plus Ultrák, a kettő közötti, azt hiszem a self-titled volt, az nekem annyira nem jött át, pedig azon is vannak jó dalok, de ott valahogy érződött a kiadóváltás, érződött az, egyébként ez tök jó volt, mert volt egy olyan, azt hiszem ilyen 2012-13 körül, hogy elkezdték az emberek pletykálni, hogy feloszlott a Four Year Strong, és talán valamelyik gitáros nyilatkozott akkor, hogy bazd meg, most van az elmúlt 10 évben először olyan, hogy 3 hétig nem turnéztunk, és már azt pletykálják az emberek, hogy feloszlottunk. Kurvára nem oszlottunk föl, pihenünk. És ennek lett ugye az eredménye a Go Down in History EP 14-ben, meg aztán a Self-Titled 15-ben. Szerintem az a szünet egy kicsit meglőtte a zenekart, és ott is talán volt egy kis identitás válság, de aztán a Brain Pain-re meg kurvára egybe lettek, és hogyha azért megvan a kezdődal, az It's Cool, hogy végig megy a triolázás, és utána hogy átváltanak nyolcadba, hogy azt se tudod, mi történik, vagy akár a címadó dal, ahol szintén a triola négynegyed, triola nyolcadok ritmusképletekkel játszanak a gitáron meg a dobon. Itt most ilyenek annyira nincsenek, van tempóváltás, van ritmusváltás, de ilyen nagyon, hogy is mondjam, progolásokban nem mentek el, de szerintem egyáltalán nem is probléma az, soha nem azért szerettük ezt a zenekart, mert hatalmasakat progolnak. Azt még hozzátenném, hogy baromira meg tudom azt érteni, hogyha valakinek sok, elsőre sok is lesz, ugyanis elsőre minden Four Year Strong lemez sok, ugyanis ezek a srácok, ezek úgy vannak, mint ahogy a hogy hívják a... Ilyenkor nincs itt a BB Buzz meg, amikor mondaná, hogy hívják a...
Howard Jones. Howard Jones. Tehát nem létezik az, hogy visszafogjuk magunkat. Csak a full throttle működik, és 12 dalon keresztül, 40 percen keresztül iszonyatosan sok a full throttle. Viszont, hogyha akár egyesével hallgatod meg a dalokat, akár mondjuk a felétől kezded el meghallgatni, akkor megmutatják magukat az olyan gyöngyszemek, mint a Better Get Better, ami így elkezdődik. Van egy ilyen kis pergős aláfestés, a effektes pergős aláfestés a verzében, és konkrétan azt érzed, hogy na ha ez nem indul be, bazd meg, a punkkal, akkor semmi, és beindul. És akkor így érzed, hogy hazatértem, köszönöm szépen. Vagy például a lemez záródala, ahol sikerült egy olyan balladát írniuk, mint a 11-esen, a Only the Meek Pinches, faszom tudja, hosszú... Tudjátok, az volt az az időszak, ez a 2005-től 10-12-ig, amikor ilyen kilométeres dalcímeket kellett adni. Köszönöm, hogy annak vége. Én utálta, én egy Fallout Boy dalcímet nem tudnék elmondani, úgy, hogy az egyik kedvenc bandám. Tehát, hogy this in the scene, it's a goddamn faszon, 16 candles and the a vámpíros faszom. Jó, a Thanks for the Memories, oké. Okay. Meg a Dance Dance, oké. Okay. Na, de visszatérve ide. Szóval az előző lemezen is volt lassú dal, de az a dúros, akusztik gitáros amerikai pite filmzene. Erre is írtak amerikai pite filmzenét, úgy hívják, hogy Dead End Friend. Tényleg a négy hangos pop-punk visszatér, tök jó, imádjuk, szeretjük. De mi az a dob a refrén alatt? Nem az, hogy mit csinál, hanem hogy hangzik. Tehát, hogy konkrétan én elsőre azt hittem, hogy a Patnim elfelejtette ráhúzni a maszkot a dobra. És akkor így megbaradt ilyen gumilófasznak. De az igazság, hogy de a verzében, meg a kiállásban, meg ott a normális dobhangzás. Tehát ez valószínű direkt volt, de hogy mi a pöcsömért, na azt nem tudnám megmondani. A másik meg az, hogy nem csak a HC riffeket, hanem az Alien noise-okat és a teljesen indokolatlan gitárszólókat is elkezdték használni a srácok. Tehát az utolsó lemezzáró gyönyörű szép lírában van egy olyan ilyen szólócska, hogy így kapkodom a fejemet, hogy mi a faszom történik. Egy tényleg ilyen industriál gitár zajok vannak benne gyakorlatilag, úgyhogy nyúlkálnak kifelé mindenfelé a srácok, de igazából az önazonos eszenciája, amitől Four Years Strong a Four Years Strong, az ott van, és megvan, és megmaradt. És ilyen szempontból nem lehetek eléggé hálás a srácoknak, hogy 4-5 évente, most már jaj, másfél évtizede, 4-5 évente szállítják azt a minőséget és mennyiséget, amire a szervezetemnek szüksége van. És megint ott tartunk egyébként, hogy ha lesz idén még a DTR, mert e felé tendálnak a dolgok, de náluk ugye tudjuk, hogy ami 19-ben van, az majd 21-ben jelenik meg. Tehát jó, ott volt Covid, értem, de hogy értitek. De hogy én nem gondolom azt, hogy az ADTR már föl tudná, vagy föl akarná venni a versenyt velük. Úgyhogy én egy ilyen merész vállalkozásra, nem, merész kijelentésre vállalkozom. Szerintem a Four Years Strong az Easycore álló csillaga. És most lehet lőni ide Kratosra. Kratosra lőjetek, mert ő túléli. Na, gyerekek! Ennyi volt igazából a Four Years Strongról a kis összegző. Ez a lemez, ez zseniális. Évvégén találkozunk a listákon. Hallgassátok meg, mondom, ma jelent meg, ilyen aktuális, a büdös életbe többet nem leszek, úgyhogy Peace, Love, Unity, legközelebb találkozunk, írjatok meg mindent. Ciao, ciao! Végre ezt is tudtam valamire használni. Ha!